kormány búcsúztató beszédének megtartására felkérem dr. Torgyán József urat, a Független Kisgazdapárt elnökét. Honfitársaim, magyarok, álliberális, undorító férgek és dökkesejük lepték el hazánkat. És amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik, szaggatják az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított szerencsétlen nemzetünket, de mi nem engedjük! Nem engedjük, hogy Magyarországot 1100 éves Kárpát-medencei tartózkodása idején ellehetetlenítsék, hogy megint a gyepűn élő népek szomorú sorsára juttassanak. Elfogadhatatlan, hogy nemzetünket széthordják, elfogadhatatlan, hogy nemzeti kincseink 70%-át elprédálták, idegen kézre juttatták. Elfogadhatatlan, hogy 1,5 millió munkahelyet szüntettek meg, és a szorgos, dolgos magyar népből munkanélküliek seregét tették. Ne hagyjuk, ne engedjük a nemzetet tönkretenni. Nem engedték őseink sem 1848-ban, és nem engedjük mi sem. Elfogadhatatlan, hogy a nemzet végórája következzen el, pedig végveszély fenyegeti ezt a nemzetet. Gondoljanak arra, hogy évente eltűnik egy ceglédnyi nagyváros, mert annyival többen halnak meg, mint születnek. És mit tesz erre Horth Gyula és kormánya? A homoszexuálisoknak akar előnyt biztosítani, és a magyar fiatalok pedig nem tudnak házasságot kötni, az asszonyok nem tudnak gyermekeket szülni, mert elveszik a jogosítványaikat, és bezárják szülőotthonaikat. Hogy a magyar nemzetet nemzetáruló alapszerződésekkel kössék gúzsba, elfogadhatatlan, hogy olyan fasiszta nyelvtörvényekkel hallgattassák el a magyarságot, amelyre még soha nem volt példa a világtörténelemben. Elfogadhatatlan, hogy a magyarságot olyan román oktatási törvényekkel próbálják elhallgattatni a szintiszta magyar Erdélyben, amelynek eltűrése a nemzethalállal lenne azonos értékű. Vajon megengedhetjük-e a Horth kormánynak, hogy ezt az országot végleg idegen kézre játsszák. Vajon látják-e a vak liberál bolsevista kormány tagjai azt a tömeget, amely soha nem látott óriási mértékben és sűrűségben lepte el nem csak a Kossuth teret, hanem ott állnak az Alkotmány utcában, ott állnak a múzeum lépcsőin, ott állnak
a földművelősügyi minisztérium árkádjai alatt, és körbeveszik valóságos élő láncként a parlamentet. És ha nem akarják látni, akkor én azt kívánom az ország legnépszerűbb emberének, kinevezett vezetőnek, hogy holnap, amikor az üres Kossuth téren az állami zászlót fel fogja húzni, akkor a most a 100 000 fő felett lévő tömeg asszisztáljon az állami zászló felhúzásához, mert akkor elmondhatnák, hogy soha nem látott siker övezte március 15-e nyitó ünnepségét. És ha a liberális kormány nem akarja meglátni a tömeget, akkor elég Horn Gyulának kinyitnia az ablakait, hogy meggyőződjön arról, hogy a magyar nép nem kívánja őt. A magyar nép elutasítja azt a nemzetrontó politikát, amelyet Horn Gyula és kormánya folytat. Én úgy gondolom, hogy az a liberál-bolsevista veszély, amely ma fenyegeti hazánkat, minden eddigi veszélynél nagyobb, hiszen az elmúlt években nagyobb kár érte az országot a bolsevista hatalomátvételnek a tulajdonra való kiterjesztése következtében, mint a második világháborús összkárok. Akkor, amikor eltüntették a nemzeti vagyon több mint 70%-át, önöknek látniuk kell, ez azért történt, hogy a magyar nép cselekvő erejét kössék gúzsba, de minket nem lehet gúzsba kötni, mi magyarok vagyunk. És ha ebben az országban az általunk oly nagyra becsült Clinton elnök úrtól elhangozhatott tacáron, hogy ő az amerikai hadsereghez, ahhoz a sereghez jött, amely a világon a legkitűnőbb hadsereg, akkor miért ne mondhatnánk mi el, magyarok önmagunkról, hogy ez a nemzet mindig elég erős volt ahhoz, hogy megvédje önmagát, tehát ennek a nemzetnek most is meg kell tudnia védenie önmagát. Mert ha ez a sereg, amely most a hideg idő ellenére dacolva minden nehézséggel megérkezett a Kossuth térre, ha ez a tömeg egységes akaratát hangoztatva fogja megbuktatni Magyarország legkárosabb kormányát, a Horn kormányt, akkor a magyar népnek az a szilárd 100 000-es meghaladó magja, amely itt összezsúfolódott a Kossuth téren, ez ennek az országnak a zászlaját magasabbra tudja emelni, mint emelték az őseink bármikor is nemzetünk fennállása alatt. Mert mi abban hiszünk, hogy ez a nemzet Európa közepén, a harmadik évezred küszöbén méltó arra, hogy önmagát arra a magasságba emelje, amely történelmének csúcspontja lehet. Mi abból indulunk ki, hogy a magyarságnak végre győznie kell Magyarországot független és valóban senkitől nem függő országá kell tennünk, és a liberális férgeket félrerúgva, a dökkesejüket
elkergetve végre egy valódi nemzeti politikát kell megvalósítanunk.